Köszöntöm az Alfalu TV nézőit! Mai műsorunkban óvodások, előkészítősök, negyedikesek és nyolcadikosok ballagásáról, tanévzáró műsorából láthatnak részleteket. Majd a 15. Alfalvi Napok programjából Wolf Kati és a Sunny Dance Band zenekar koncertjének első részét láthatják. Műsorunkat a Hargita magazinnal zárjuk. Tartsanak velünk! Az óvodások közül páran utoljára lépték át az óvoda küszöbét. Ősztől előkészítősök lesznek. A felszegi óvodások évzáró műsorából következzenek részletek. Yeah.
Szeptemberben 30 gyerek kezdi az első osztályt a gyergyóalfalvi Sövérelek szakközépiskolában. Ők már túl vannak az előkészítő éven. Tanévzáró műsorukból következnek részletek. Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm az előkészítő osztály tanítója nevében. 30 gyerekkel kezdtük ezt a tanévet. 29 fejezte be, tekintettel, hogy egy gyerek kimaradt az iskolából. Ez a 29 tanuló fogja folytatni az első osztályt. Reméljük nagy erővel és energiabedobással. Nem azt mondom, hogy könnyű volt, az sem, hogy nehéz, de jó kihívás volt számomra. Fogadják szeretettel, még ha egy mondatot mond is, lehet, hogy a gyereknek a százat tesz ki. És azt szerint dicsérjük, mert minden gyerek önmagába kiváló, és önmagához képest nagyon sokat fejlődött. Állok most előttetek ünneplőben, fehérbe, bizonyodtak tegnap úr, hogy a fogas felérte. Kiártuk az előkészítő, mindegyikünk fogasnak, vár minket az iskola, ha minden úgy lesz fogasnak.
csúszdáról egymás után futójára lesz. De nem, inkább hármat csúszunk, aztán télen búcsúzunk, elvaragunk szépen sor iskolába kell. Most menni, megtanuljuk egy-kettőre, kétszer-kettő, vajon mennyi? Elsős leszek, ősztén és szakmán komoly iskolán. Kora reggel felkelek és iskolán, hogy a buksima sok tudomány tanulja, nagy dolgoknak leszek ott a tanulja. Megtanulom, merre is van badacsony, hogy a magas ellentéte alacsony. Okos leszek, lesz majd erről papírom, júniusig meg majd valahogy kicsit. Kisiskolás éveiket maguk mögött hagyták Györfi Rozália és Török Ildikó tanítónők, negyedik osztályos diákjai. Elköszöntek a Veres iskolától, tanítóiktól és kisebb iskolatársaiktól. Régen 4 évvel ezelőtt volt, és mintha most történt volna. A szüleitekkel kézen fogva érkeztetek az iskolába, és az óvónéni átadott két jóságos tanítónéni védőszárnya alá. Akkor ti voltatok az iskola legapróbb, legkisebb csapata, most meg már komoly, céltudatos ifjakká nőttetek. Akkor egy új környezetbe kerültetek, magasak voltak a falak, meredek volt a lépcső, minden tárgy hatalmasnak tűnt az osztályban, az iskolában. Ez az új környezet számos meglepetést tartogatott számotokra. A tanítónénieitekkel játékosan, dalolászva sok-sok birodalmat meghódítottatok. A betű, számok, talán nyelvek, művészetek, tudományok birodalmát. A tanítónénik minden tanuló kezében egy-egy kulcsot, egy-egy értékes kulcsot adott, és segítettek, hogy leendő céljaitok felé tudjatok egy-egy merész lépést tenni. A tudás házának
az alapjait tettétek le itt ebben az iskolában, és gondolom, hogy szilárd, tartós alapot tudtatok építeni. Ne feledjétek, a tudás hatalom, a legnagyobb hatalom és kincs, amellyel rendelkezhettek. Mindig útjaitok során vezetni fog az iskola. Becsuktam könyvemet, elfogyott, nincs tovább. Csengők nem csengenek, néma az iskola. Az út a rétre megy, patakra kanyarok, hahóznak vénhegyek, bélegek, ballagok. Becsuktam könyvemet, s kísér minden sora, akárhol is megyek, kísér az iskola. S minden oly egyszerű, mi volt eddig titok, beszélni kezd a fű, füvet, ha szólítok. Beszélni kezd a nap, napot, ha kérdezek, elmondja, mint halad, elmondja, merre megy. Mindegy mondják nevük, fák, füvek, csillagok, s rám köszönget begyűrt süvegével a hold. Becsuktam könyvemet, s velem minden sora, akárhol is megyek, vezet az iskola. A végtelenhez mérve semmi se tökéletes, az ember nyugodatlanul mégis mindig keres. Az örökös vándor út vége soha nem ér, s ha nincsen gyökere, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozunk, ha számít ránk valaki. Lehet belőle száz is, az az egy többet ér, s a megfelelődjét elvisz a szél. Jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek igazságot átérzi a lelkünk, de te is tudod, hogy kimondhatatlan. A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk, a csillag évek óráin egy perc az életünk. Az ember önmagában semmit sem ér, s ha nincsen barátod, elvisz a szél. Ma nem tanulni jöttünk, a szívünk ünnepel. Hálát, amit érzek, képpen mondjam el. Szétszáll a szó a szélben, ha bár méről fakad, s egy nyíló rózsa élte pár nap vagy óra. Emlékek kötnek össze, szavak, számok, betűk, utunk, akárhová visz, követnek mindenit. Emlékünk egyre több lesz, tudásunk mind nagyobb, hálás szívvel köszöntök mindenkit e napon. Eljött az idő, amire régóta vártunk, amióta beléptünk az iskola kapuján, csak erre a percre vágytunk. Számoltuk a hónapokat, a heteket, kínzó napokat, a hosszú órákat, a legvégsőbb rövid perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk, de igazán senki sem boldog, mert úgy érezzük, visszahúz a szívünk, és velük együtt kísérnek azok az emlékek, amit nekünk adott ez az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni, hogy jó lenne még egyszer utoljára együtt visszaülni ebbe az osztályba. Csak egyetlen egy pillanatra. Vagy egyszerűen nem mondjuk el, hogy az emlékeket, a tanárokat, a barátokat és egymást soha nem felejtjük el. De valahol azt mindenki érzi, hogy az eltöltött hosszú éveket
a szívünkben fogjuk őrizni. Mégis fájdalmas az utolsó búcsú. Nehezen, de elválunk egymástól. Mindenki vidám, s egyben szomorú. Talán majd egyszer visszatérünk. De most hátat fordítva ennek az iskolának, teli reményekkel innen elmegyünk. Az élet szól is menni kell, de válni oly nehéz. A küszöbről a kis diák még egyszer visszanéz. Ne fájjon hát a búcsúzás, ne sírassű barát, még visszatér a kis diák. Nekem adatik meg az a szerencse mindig, hogy a legnagyobb kitüntetéseket, a legnagyobb díjakot adhatom át azoknak a tanulóknak, akik az év során, vagy a négy tanév alatt olyan eredményeket mutattak fel, amellyel iskolánk hírnevét magasabbra emelték, ismertebbé tették. Elsőként két hónap diákja plakettet szeretném átadni. A legelső hónap diákja plakett Török Timea tanulójé, a második osztályos tanuló részére, aki a fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny országos döntéjét dicséretben részesül. Megkérem szépen, hogy által. És gratulálok a felkészítő tanároknak, tanítóknak, akik közre működtek és segítették, hogy ezt a magas kitüntetést megkaphatta mi és iskolánk, mert ismertebbé tették. A második hónap diákja plakett, Vargyas Sarolta nevével van összekötve. Negyedik A-osztályos tanuló részére a nemzetközi meseíró pályázaton elért eredményeinek elismeréséért gratulálok hozzá. És akkor sorban még két díjat szeretnék átadni. Az egyik díj a negyedik osztályosok tanulók körében a négy év alatt iskolán kívüli tevékenységekben elért eredményeiért kaphatja meg a Sövérelek emléklapot, és ezen az emléklapon Vargyas Sarolta neve szerepel, negyedik osztályos tanulónak az iskolán kívüli tevékenységek területén elért rendkívüli eredményeiért. Megkérem, hogy vegye át. És mint ahogy mondani szoktam, oly sokszor iskolába azért járunk, hogy tanuljunk. És a negyedik osztályosok körében a négy év alatt, aki a tanítóik szerint a legkiemelkedő tanulmányi eredményt érte el, az megkaphatja a Sövérelek plakettet, és ezen a plakettén Nagy Zsombornak a neve szerepel. Négy B-osztályos tanuló részére a négy éves iskolai időszakon kívüli teljesítményének elismeréséért. Gratulálok! Én is szeretnék kívánni a gyerekeknek kellemes vakációt, a pedagógusoknak jó pihenést, hogy a következő tanévben új erővel kezdhessenek új diákokkal foglalkozni,
és a tanítónénének pedig lent. Nem csak itt, hanem ezen kívül is még egyszer hát úgy fogalmaznám meg, hogy ezt a pályafutást, amelyiket végigvittél, nagyon sokan szeretnék magunkénak tudni. Köszönöm, hogy munkatársad lehettem. Köszönöm, hogy veletek dolgozhattam. Jó vakációt! Iskolánk 8. osztályos tanulói is elballagtak. Habár sokan közülük Gyergyóalfaluban folytatják tanulmányaikat, mégis egy életszakaszt lezárva, ősztől már középiskolás diákként lépik át az iskola küszöbét. Ez a ti napotok, a búcsúzás napja. Lezárul életetek egy szakasza, és egy új, reményekkel teli időszak kezdődik. 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában, eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Nehéz lesz a búcsúzás, mert az elmúlt években igaz barátokat szereztetek magatoknak. Emlékezzetek vissza az elmúlt 8 év örömteli és bánatos pillanataira. Ne feledkezzetek meg, akik lelkiismeretesen időnként dorgáló szavaikkal eljuttattak idáig titeket. Fogadjátok sok szeretettel, amivel készültünk számotokra, mi hetedikesek. Kedves 8. osztályt végzős tanulók! Számotokra a mai nap egy nagy esemény, nagy ünnep, és az is kell, hogy legyen. De nem csak a ti számotokra, hanem mindazoknak a számára, akik részesei voltak, iskola, szülő, pedagógusok, hogy most itt együtt ünnepelhessünk. Igen, az ünnep szóról jut eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt még én is megkérdőjeleztem, hogy van-e szükség az e fajta ünneplésre. A mai kép, a mai pillanat nyomatékosan bizonyítja, hogy igenis van szükség az e fajta ünnepélyekre. Igaz, hogy mi felnőttek, nagyon sokszor túlzásokba esünk, hisz ma már nem ritka, hogy óvodás gyerekek mennyasszonynak igénylő csokrot kapnak,
búcsúzóul. Lehet, hogy soha nem is fognak emlékezni rá, vagy azt sem tudják, hogy miért kapták. Kedves végzős diákok, elérkeztetek ehhez a pillanathoz. Néhányatokkal minden osztályból beszélgetést folytattam, azért, hogy többet tudjak meg iskolánkról, pedagógusokról, tanítási módszereinkről, és nem utolsó sorban osztályfőnökeitekről. Nagyon sajnálom, hogy a beszélgetést nem rögzítettem, mert most sokkal könnyebb dolgom volna, ha önökkel közösen újra hallgathatnám. Azt mondjuk róluk, hogy gyerekek, de az a mód, ahogyan megfogalmazták válaszaikat, az a tisztánlátás még engem is megdöbbentett, és számomra is tanulságos volt. A beszélgetések során elhangzottak, és kiemelt helyet kapott iskolánk. Úgy anyagilag, mint szellemi vonatkozásban. Kihangsúlyozott helyet kapott, hogy tudják a végzős diákok, hogy minden, ami történt az iskolában, az róluk szólt és értük történt. Akár gyermek szívvel, gyermek lélekkel, vagy hozzáállással fogadták azt is. Elhangzott, tisztelt pedagógusok, hogy azok az órák, amelyeket játékosan, vagy nagy érdeklődés felkeltéssel tartottatok, nagyon megkönnyítette az anyag, a tananyag megismerését. És ha lehet, tegyétek továbbra is játékossá, és figyelemfelkeltővé óráitokat, együtt töltött időtöket, mert nagyon szeretik ezt a gyerekek. 4 évet töltöttetek 1000 falak között. Milyen hamar elrepült? Még el sem felejtettétek, hogy 6 évesen milyen szorongva léptétek át az iskola kapuját, s tanítóitok, hogy vezettek a betűk és a számok birodalmába. 5. osztályosok lettetek, s tanáraitok segítségével bővíthettétek az ismereteiteket. De nem csak tanítottak, hanem neveltek is. Sokszor el sem hittétek nekik, hogy arra az útra valóra szükségetek lesz. De most, hogy előttetek állunk és utatokra engedünk, sok mindenen gondolkoztam. És jusson eszetekbe az a sok minden, amit kaptatok tanáraitoktól, szolgáljon javatokra viselkedésben, tanulásban, bárhova kerültök. Lesz, aki itt fogja folytatni a középiskolát, s lesz, aki messzén megy. Vigyétek magatokkal a 8 év tanulságait és emlékeit. Búcsúzunk tőletek, mi 7-esek. Irigyelünk egy kicsit, amikor kiléptek iskolán kapuin. De mégse, hiszen új kihívásokkal néztek szembe. És egy lépcsőfokkal közelebb kerültök a felnőtt élethez. Kívánjuk, hogy abban a új környezetben, ahova kerültök, találjatok magatokra, s új barátokra. Érjetek el sikereket, vigyétek el iskolánk jó hírnevét, hogy büszkék lehessünk rátok, s példátokon mi is utánatok indulhassunk jövő ilyenkor. Sok szerencsét! Előtte bántítok, hogy nem voltunk angyalok, és úgy, mintha nem fájna semmiké, táncolunk az önrólyai. És néha éber reggeleken tudtuk, hogy vár ránk a szerelem. Milyenek voltunk, vadak és jó,
Lackó Ákos, míg cseleztek a kapura, Rolinak a feladata, hogy ezeket hárítsa. Volt ebben az osztályban, ki a lovakat szerette, Bicsak Anett, Eszter, Ágnes barátjukként kezelte. Ének hangja is volt ennek a kis ügyes osztálynak, Mónika volt az ő neve ennek a pacsirtának. Természetnek kedvelője voltak ketten, hárman is. Norbi, Levi elég gyakran fogtak horgászbotot is. Valamikor, nagyon régen sajtot kapott mindenki, Melánia felelős volt sajtokat kiadni. Felelősségteljes volt ám neki ez a feladat, Noémi hát besegített kiosztani azokat. Baric Berni, ki mindig csendes, nem szúrta a szavakat, sokszor inkább ceruzát vett, s rajzolta a dolgokat. Bicsak Anett, Koncsak Tündi sétálgattak nagyokat, erre-arra jöttek, mentek, s beszélgettek nagyokat. Kari Anett Imolával pengették a húrokat, koncertre is eljártak, szórakoztak nagyokat. Ide járt még Török Robi, kiről nem tudunk sokat. Szeretett ő ide járni, nem hiányzott túl sokat. Íme itt volt egyesével egy összetartó társaság, büszkék voltunk sokszor rájuk e négy évnek folyamán. Párossával szép az élet, az A mellé B is kell, összetartó osztály voltak, akik itt most végeztek. Nyolcadiknak másik felét a B osztály alkotta, Osziuk a földrajztanár, aki őket bíztatta. Finom vegyes társaság volt, soroljuk fel őket is. Emlegetni néhány dolgot, fontos lehet nekik is. Valamikor ötödikbe volt egy osztályfelelős, Beáta volt az ő neve, szép ügyes, nem szégyellős. Verset mondott, sokat szavalt, kiállt sokszor mindenért, Brigittával összefogva elérték a közös célt. Noémi volt az osztálynak a mindentudó hírnöke, Nagy Anett, a szókimondó, kivel mindent intéztek. Volt egy verseny minden össze, odakint a Nyíresben. Kincsvadászat volt ennek, a játéknak a lényege. Boti volt az, ki a helyet tenyereként ismerte, segített is csapatának, amennyire tehette. Ballag már a vindiák, tovább, tovább, mondják sokan. Száll az ének, messze száll, megy az élet, megy nem áll soha. Azt mondják, az út, amit válasz, csak a tiéd. Nem fogja senki a kezed, tanárait sem figyelik minden lépéset, s az osztályfőnököt sem lesz veled ott már. Szüleid óvó tekintete, nem figyel szünes szüntelen. Egyedül mész tovább az úton. De még nem állj, csak menj tovább bátran, felszeged fejjel, menj tovább. Nem lesz könnyű mindig, hisz az út rögös, s néha, ha megbodlasz is, de talpra állsz, s mész tovább. Bár az utat csak a tiéd, egyedül nem leszel soha, hisz a segítség kell, mindig találsz. Mert a szülői ház képe mindig ott lebe, s a régi iskolád is mindig integet. Valahányszor csak szükséges, ők mindig segítenek. Most egy új úttal, új életet kezdesz. Ballag már a vindiák, tovább, tovább, énekelitek sokan. Elszvári vissza minden fal, s a régi kárdás iskolát el nem felett soha. Gondolom, hogy semmi nem történik véletlenül, ez nagyon megmaradt benned. Az sem, hogy hozzám kerültetek, az sem, hogy én lettem az osztályfőnökötök. Úgy érzem talán most, hogy én is adtam nektek valamit, de szerintem én tőletek adtam, többet adtam tőletek, mert hogy ez az első osztály, akit 5-től egészen 8-ig végig vihettem, és tudtam követni a fejlődéseteket. Elsőként szólítom Miklós Esztert, aki első helyezést ért el. Második tanuló Vargyas Robert. Harmadik tanuló Szakács Gábor.
Tegnap egy hetedikes kislány megkérdezte tőlem, hogy tanárunknak rossz-e az, hogy ez az osztálya, vagy végez az osztálya. Jó képű is, igen. Még akkor is, hogyha neki azt mondtam, hogy hát én lassan már megszokom ezt, mert ez már nem tudom hányadik generáció, amelyik így kimegy, de nem. Ezt nem lehet megszokni, hisz 4 év alatt az ember igen, összekötődik, kötődést érez az osztály minden egyes tagjával és mind a közösséggel is. Nem, ezt nem lehet megszokni, igen, ez a búcsú. Na de, én nem azért, nem erről kell beszéljek, hanem a 8. végi tanulmányi eredményekről tanultak, ahogy a kolléga mondta, mindenki tehetsége szerint, de vannak jobb eredmények is, és akkor szeretném, hogyha az őket név szerint is említenénk, hát ha sikerül. Dicséretben részesű, vagyis 9-es feletti általánosa van Baric Helgának. Harmadik helyezés, Szekeres Magdolna. Második helyezés, Kovács Flóra Anna. És óriási meglepetése, első helyezést Hobaj Emőke érte. Aki nem tudná, a meglepetés szó az idézőjelben. Az ember életében vannak dolgok, amikor csak egy van. Édesanyja, gyerekkora, első szerelme, otthona és szülőföldje, és most kiegészíteném azzal is, hogy egy 5-8 osztályos osztályfőnöke. És ez nem véletlen, hisz nem egy perc, egy villanás műve, hanem annak a 4 együtt töltött évnek a visszajelzése és kicsengése. Gratulálok hozzá! A 2 legmagasabb díj történetben a következő. Az a diák, aki nem csak tanulmányaiban, ez nagyon fontos, hanem tanulmányain kívül az iskolának, az iskoláért nagyon sokat tett, és iskolánk nevét hírül vitte a világba, azt kaphatja meg a Sérelek emléklapot. Ezen az emléklapon Miklós Eszter neve van feltüntetve. Neki szeretném átadni. És hadd következzen a legmagasabb díj, hisz az iskolába azért járunk, hogy tanuljunk. Ez annak a diáknak adatik, aki a 4 év alatt tanulmányi szinten a legmagasabb eredményt érte el. És a plaketten hova emlőke neve szerepel. Szabadság bándorai, szökünk a
bennetek lévő lufikban az általatok megfogalmazott vágyak, álmok vannak elhelyezve, amik arra várnak, hogy engedjétek magasra szállni. Megkérünk titeket, hogy a jelzésünkre egyszerre engedjétek repülni a lufikat. A 15. Alfalvi Napok szombatesti meghívottja Wolf Kati és a Sunny Dance Band zenekar volt, akik minőségi zenével szórakoztatták a népes közönséget. A koncertjükről készült összeállítás első részét láthatják. És víz között vezérhajó útra kész. We'll be right back.
Yeah.
Műsorunk végén magam és munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket. Várom önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Addig is műsorainkat visszanézhetik az interneten. Tartalmas hetet kívánok önöknek. A viszontlátásra!